Határvadászokat toboroz a rendőrség Vas megyében is. Ma a Tófürdőn igyekeztek megszólítani a 18 és 55 év közötti büntetlen előéletű strandolókat, hogy csatlakozzanak a déli schengeni határt őrző szervezethez. A jelentkezőknek fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, majd el kell végezniük egy 160 órás képzést. A tanfolyam idején 300 ezer forintos fizetés jár, később ez az összeg pótlékok nélkül 400 ezer forintra emelkedik. Összesen 2200 új hivatásos állományú rendőrt alkalmazna a készenléti rendőrség határvadász ezrede. A táborról érkezők lakhatását is biztosítják, hiszen Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben kell szolgálatot ellátni. Természetesen, aki mondjuk Vas megyéből jelentkezik és el szeretne menni oda dolgozni, úgy alakították ki a munkaidejüket, vezényléses munkaidőben dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy 3-4 alkalommal 12 órát egyszerre dolgoznak. A 12 órás szolgálatok után annyi idejük lesz, hogy utána 3-4 nap szabad idejük van, ami a törvény engedi, akár még másodállást is vállalhatnak.